Nagy nap ez a mai, elértük az 5000-et és az 1 milliót egyszerre. Meg fogod látni, mire gondolok, úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Nevezhetnénk példának, nevezhetnénk demonstrációnk, nevezhetnénk tesznek bárminek, minden jól fogod látni, hogy ez a két éve elindult, hát inkább két és fél éve elindult YouTube csatorna, gyakorlatilag egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet ma online marketinggel fölépíteni akár egy egész vállalkozást, egy egész piacot, és erre megmutatom neked a sikervitamin jelenlegi jubileumát, hogy hova értünk el, és hogy milyen eszközöket hogyan használtuk. Megmutatom neked ez a stúdió hátsó oldalt is, hogy ebből is tudjál tanulni. Gyakorlatilag ebben hirdetési költség szinte egyáltalán nem volt. Hirdetési bevétel viszont meg is fogom neked mutatni. Maga a Sikervitamin csatorna 724 videóval, meg most mutatom, itt láthatod, 724 videóval, 5000 feliratkozó írt el, és tudom, hogy ez nem egy óriási nagy szám ahhoz képest, aki mondjuk sokkal régebben indult, vagy ahhoz képest, ha mondjuk valaki valamilyen bulvári jellegű témát csinál, úgyhogy nyilván ez egy teljesen nincs market, egy kis piac, a sikervitamin, a vállalkozások fejlesztése, de például több olyan csatornát ismerek, aki velem indult, vagy sokkal korábban indult, és már rég megelőztük. Nézzük meg a számokat egy kicsit belülről. Maga a csatorna egyébként 2017. 6. hó körül indult, mindjárt meg is nézzük, így van, 2017. 6. 30-án indult, tehát több mint kettő évvel ezelőtt, és nem csak, hogy elértük az 5000 feliratkozót, elértük az 1 millió megtekintést, ami elég jelentős, azt gondolom, elég soknak számít. És amit még érdemes tudni a videókról, de inkább ezt nézzük meg belül a stúdió részből, a videókat, ha sorba rendezem, itt most sorba rendeztem ö, megtekintés szerint, nagyon érdekes, hogy az elején szinte csak autós videók vannak, van itt ugyan egy-kettő ilyen 20 ezernél, amit szerintem ott azért volt hirdetés, van minimális, de alapvetően ezek organikusan elért eredmények. Mi ebből az, ami érdekes és tanulságos? Egyrészt átlagosan a csatornámnak a lájkok aránya ilyen 90 fölött van, de azok, amik nagyon messzire jutottak, azoknak 50, 60, 70, de mindenesetre nem érik el a 80-at, vagyis azt jelenti, hogy jelentősen megosztók ezek a videók. A másik az, hogy nagyon sok a kommentárjuk, tehát ebből én is nyilván dolgoztam rajta, hogy nagyjából a egyharmada van, hogy majdnem a fele az az én válaszaim, tehát nagyon szorgalmasan válaszoltam rá, és nyilván a témákban fontos volt, hogy milyen a thumbnail, Nyilván a BMW-seket egyből megmozgatta, hogy egy, egy BMW át van húzva, hogy én soha nem vennék BMW-t, ha tényleg így veri át a cég az ügyfeleit. És nyilván ez érdekelte azokat, akik mondjuk BMW-sek, bántotta őket talán, nem tudom mennyire jogosan, ez egy másik kérdés. És akik pedig nem BMW-sek, azoknak azért érdekelte. De ugyanígy az elektromos autó téma is, gyakorlatilag 80 ezer Kattintással a csúcsot érte el, ami azt jelenti, hogy a dízeleknek lőttek, végleg vége. És nézzük meg ennek a statisztikáját, amely azért lesz érdekes, mert egy csomó adatot, csomó információt láthatsz belőle, ami talán fontos. Egyrészt nem az utolsó 28 napot nézzük, hanem a feltöltés óta eltelt időt. És látszik, hogy nyilván az elején volt egy nagy hype-ja, aztán lecsengett, és érdekes módon utána valószínűleg nem én teltek róla, vagy nem én hatásomra, valószínűleg betesztelte újra a YouTube, és látta, hogy újra lehet egy hype húzni rá, és megcsinálta újra. Mik a paraméterek, ami kijöttek? 79.000 megtekintés, 12.846 órányi tehát ennyi órányit, még ráadásul ki is van esve egy ö, statisztikai rész, itt van hibát csinálta a YouTube, de mindenesetre 12 ezer óra megtekintés, borzasztó sok. Ami nagyon fontos, hogy közel 400 regisztráció történt, és ez egy videóhozott 155 euró bevételt, nyilván ez kiugró, tehát nem lehet összastan a többivel, ez egy egyedi eset. De mindenesetre érdekes, hogy nagyon hosszú a videó, 22 perces, de nagyjából az egyharmada a nézőknek megmaradt a végéig, és az átlagos megtekintés az 10 perc 43 százalék, ami azt gondolom, hogy eléggé komoly. Ami viszont mindenképpen figyelemre méltó, hogy eltelt nagyjából, nem is tudom, majdnem két év, és onnan, annak ellenére az utolsó 48 órában is még volt 8 megtekintés, tehát folyamatosan azóta is hoz nézőket. És hogyha ezt lejjebb veszem ezt az időt, és csak az elmúlt három hónapra korlátozom, akkor igazából már nem annyira toljuk a számok, hiszen egy leiratkozót hozott, lehet, hogy meg is lehetnak akár szüntetni a videót, de ez egy másik kérdés. És uh, itt is átlagosan 43 a megtekintés. Egyébként alapvetően a videó javaslatokból és a funkciókból jön. Ez egy nagyon érdekes és tanulságos. Miért volt fontos nekem ez a videó, és miért csináltam? Hát nem a 155 dollárért, azt egyrészt nem tudtam előre, másrészt csak ezért nem csináltam volna, hanem azért, mert ezt úgy nevezem, hogy surlódó téma. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan téma, ami nem az én közvetlen témám, viszont olyan téma, amit megnéznek ugyanazok az emberek, akik a sikert keresik, megnézik az autós témát is. Úgyhogy emiatt volt ez érdekes téma is nagyon sok látogatót, regisztrációt hozott. Itt van egyébként egy analitikája magának a Google-nak, hogy összesen 2,2 milliószor mutatta meg a videó kezdő oldalát, és ha aki rákattintott, az az 2 a az 46 ezeren nézték meg a ezen időszakban, nem tudom, ez a, ez a közvetlen megtekintéseken túl van valószínűleg, és ennyi volt a megtekintés órában, tehát 7000 volt, ez kimondottan, itt valami időkorlátot néz, jó, itt, itt valami hiba van neki a statisztikában, mindegy, a 79000 az a, az a valódi adat, és hát itt még talán egy-két dolgot mutatném, 155 dollár bevétele volt. Jó, ez volt a legtöbbet nézett videó, és hát nyilván ez, ebből nem lehet átlagot húzni. Pontosabban sorba kéne rendeznem a megtekintések szerint. De nézzük meg egy, egy következőt, például az elektromos autó már inkább az én témám volt, ez is egy érdekes dolog, hogy ennek 40 ezer megtekintése volt teljesen organikusan, és összesen 4500 órát nézték, 48 dollárt hozott, és 133 látogatót hozott. Tehát az a lényeg ennek, hogy a saját témáimon kívül csinálok olyan surlódó témát, itt is a 40%-os megtekintés, tehát nagyjából azt mondom, az egyharmada megmaradt a videó végéig, és ezeknél is a javaslat, tehát a videó fölajánlás, magyarul a, a, YouTube javaslat alapján jött az egy ötöde. Szóval az érdekessége ennek, és azért mutatom ezt meg, mert nagyon-nagyon sok plusz feliratkozót tud hozni az, hogyha csinálsz, én úgy nevezem, hogy surlódó témákat, és ráadásul a YouTube szemben mondjuk bármi mással, itt van például az elmúlt 90 nap, amiben szintén hozott 8 feliratkozót, és magyarul sokkal-sokkal hosszabb ideig működik, mint egy, egy, egy Facebookon, vagy bárhol máshol felrakott videó, úgyhogy, amit el lehet elletebe mondani, hogy a saját ilyen videómon túlmenően, ami már nem ilyen téma, hanem igazából már az én ö, sikervitamin témám nevezzük úgy, azoknál, még ez is mind autós téma érdekes módon, azoknál organikusan általában ilyen 2-3000 megtekintés ö, szokott lenni és nézzük meg mondjuk egy ilyet, ami teljesen egy semleges és saját téma volt, ez nagyjából átlagosnak tekinthető, ez 2600 megtekintés, 1,75 dollár hoz, hát ez nem sok, és 9, 9, regisztrációt hozott, ez is nagyjából, nagyjából 39 a a, megtekintési hossz. Úgyhogy ennyit érdemes, hát talán ennyit érdemes elmondani, Ezekről a videókról. Én nagyon örülök neki, hogy elértük, a, elértük az 1 millió megtekintést, és hogy elértük az 5000 regisztrációt. És ebből épültek fel természetesen a sikervitaminnak a Mastermind csoportjai, a Udemy termékek, és minden egyéb. Úgyhogy én csak elmondom neked, hogy ha ez a téma érdekel téged, és szeretnél sikereket elérni, anélkül, hogy óriási tökét belefektetni, és ezen kívül még hirdetéssel még többet lehet nyilván elérni, akkor érdemes, hogy, hogy csatlakozz hozzánk a Mastermind csapathoz. Két irányú új Mastermind indul. Ha teljesen kezdő vagy, most intod a vállalkozást, alatt, úgy mi kedves, hogy Csibe de az első fél éves intenzív vállalkozásfejlesztés, vállalkozásindítás, vagy pedig, ha kimondan a marketing, a sales érdekel, hogyan tudsz eladni például youtube videókkal, online marketinggel, akkor érdemes szintén csatlakoznod, úgyhogy érdemes a weboldalunkon regisztrálni, és írd be a naptáradba az április 25-ét, amikor személyesen fogunk találkozni, ha van kedved és eljössz a Lurdi házban, ráadásul nem is a Lurdinak a konferencia termében, hanem lehet, hogy igazi moziba leszünk, úgyhogy mozizni fogunk, meg fogod látni, sok nyereséged lesz belőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha még nem indultál el a YouTube csatornáddal, és nem vagy még ott a social network valamely eszközén, én igazából üzletileg a YouTube-ot gondolom, az Insta kezd ugyanán, mint a Facebook, magyarul csak pénzér és sok pénzért működik, akkor, akkor itt az ide, hogy elindulj, szerintem tökös, tök érdekes. Érdekességként például mutassam meg, hogy az egyik igen látogatott videóm, az pont egy órája ezelőtt, kész, órával ezelőtt készült el, magyarul az élő adás a a koronavírussal kapcsolatban az egyetlen adásom, ami volt. Ami még nem sokat jelent, ha belenézel, akkor jelentősen kiugranak és nagyobbak azok a számok, ahol, ahol mondjuk egy jó tábnél van, tehát egy jó fotó van, illetve az elektromos autó téma jön. Tehát láthatod, hogyha a saját magad videóit elemzed, hogy melyek azok, amelyeknek magasabb a nézettség, az átlagos 500-nál valami alacsonyabb, például ez nem listázott, ez csak a regisztráltaknak ment ki, pedig az egyik legértékesebb videó, de általában valamelyik érdekesebb címet kapott, vagy érdekesebb a, a thumbnail az, az jóval 500 fölé tud menni, mert nagyjából ez a 10% arány érvényesül, hogy 5000 regisztráció, nagyjából 10%-a szokta megnézni, valahol persze ez ez 20, le kell szoknod, nyilván három dolgok, le kell szoknod, ez egy sokkal um, csábítóbb volt, mint egy átlagos, mi a siker, ugye, ami egy kicsit átlagos lehet, illetve Mihály is uh, bekerül a, a sláger téma, az Elon Musk és a, és a Cybertruck onnantól kezdve akár két-három ezer megtekintés is van. Szóval ez a számomra nagyon nagy öröm, hogy megvan az 5000 feliratkozó, Teljesen organikusan, nincs mögöttem semmiféle partner cég, nincsen semmiféle manipuláció, semmi egyéb, hanem ha egyszerűen kitartóan, klassz, érdekes videókat csinálsz, akkor ezt te is el tudod érni. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban menjen, átadjuk a tapasztalatot, meg videózni, akkor érdemes csatlakoznod az április 25-én induló valamely más számányhoz. Úgyhogy holnap folytatjuk, sok sikert, jó egészséget, ez ma fontos, ciao!